Mielőtt belekezdenénk a tanulásba, ma reggel is szeretnénk megemlékezni az Izraelben folyó harcokról. Imádkozunk a katonák épségéért és sikeréért, a túszok mielőbbi kiszabadulásáért. És a sebesültek felgyógyulásáért. Mi pedig a Bava Káma traktátus 18-as lapját fogjuk tanulmányozni, és kérem szépen, a mai nap sem lesz egy egyszerű menet, de ezt már megszoktuk. Jó reggelt kívánok, Tamás, Judit, Krisztián, Béla, Isten hozott mindenkit. Tehát a ma reggeli menet sem lesz annyira könnyű. Nem riadunk vissza a nehézségektől, ugye? Küzdelmektől nem riadunk meg. Oké, akkor lássunk is neki a mai napnak. Tegnap este nem tudom, hogy ki mindenki tudott részt venni és figyelni a tegnap esti órát. Tegnap este a következő kérdés maradt nyitva. Rave a következő kérdést tette föl. Mi van akkor, hogyha egy állat megrugott egy eszközt, egy mondjuk egy edényt, egy cserépedényt, és az nem a rugástól közvetlenül tört el, hanem azért, mert elgurult valahova máshova, és ott tört össze. Van egy olyan alapszabály, amit tanultunk, és amiről tegnap részletesen volt szó, amit úgy hívunk, hogy Hatzi nezek tzrurois, hogy amikor egy állat, ugye, ha egy állat normálisan megy, és letapos valamit, akkor azért teljes kárt kell fizetnem. Ugye az én állatomról van szó. Ha az állat megy, és felpattan egy kavics a lába alól, ugye a felpattanó kavics esete, és a kavics tesz kárt valamiben, ami az enyém, akkor csak fél kárt kell fizetnem. Miért? Mert nem közvetlen az állat volt az, amelyik tönkretette a dolgot, hanem az állat közvetve csinálta csak. És itt ugye miről van szó, hogy van az állat, van az én eszközöm, fölpattan egy kő, a kő széttöri az eszközömet. És itt azt mondjuk, hogy fél kárt kell fizetni. De a kérdése az az, hogyha van az állat, az eszközömre rálép, de nem töri össze, hanem azért, mert rálép ezzel arra gurul, és mondjuk neki megy a falnak, akkor az mihez hasonlít? Ahhoz hasonlít, mint hogyha közvetlenül ő törte volna össze, vagy ahhoz hasonlít, mint amikor egy kő fölpattan a lába alól, és rámegy a edényre, és akkor viszont csak fél kárt kell fizetni. Ez az alapkérdés. Mihez hasonlít az ilyen eset? Világos mindenkinek a kérdés? Még egyszer vegyük át. Ha már a kérdést elvesztettük a vonalat, akkor nem sok esélyünk van. Még egyszer, hogyha az állat megy, és nem közvetlenül rálépve töri össze valamit, hanem fölpattan egy kő a lába alól, és azzal töri össze a dolgot, akkor az egy közvetett károkozás. Hatzin ezek cruroisz, a fölpattanó kő esetén fél kárt kell fizetni. Abban az esetben kérdezi Rave, amikor nem a fölpattanó kő a közvetett kár módja, hanem a közvetett kár azért egy kicsit közvetlenebb, mert az állat rúgja arrébb a edényt, és az edény végülis azáltal tör szét, hogy az állat arrébb rúgta, de nem közvetlen az állat lába alatt törik szét, hanem arrébb gurult, és az arrébb gurulás után törik szét. Akkor ez közvetlen károkozásnak számít, és teljes kárt kell fizetni, vagy közvetettnek számít, és fél kárt. Ez volt a tegnapi kérdés, amire már tegnap megpróbáltunk választ adni, de nem igazán jutottunk végeredményre. Most innen folytatjuk a 17-es lap aljától. Tasmá, hidusz én majed, és én nem haréze majed. Vita van a Brájtában,
hogy a tyúkoknak a táncolása, kapirgálása, a rási táncolásnak fordítja, de szerintem ez a magyarban egy kicsit viccesnek, de amikor ugrálnak a tyúkok, és azáltal tesznek kárt, az egy teljes kártérítés, mert hogy ott ez egy normális dolog, vagy csak egy fél kártérítés, mert nem normális dolog. Értsük az alapvetéseket. Két olyan dolog van, amikor fél kárt kell fizetnem. Az egyik az, amikor amikor az állat nem egy megszokott módon tesz kárt. Tehát mondjuk például, amikor azt mondjuk, hogy egy állatnak nem szokása öklelni, akkor egy nem öklelős ökörnél, ha mégis öklelt, akkor ez egy félkárt kell, hogy fizessek. Miért? Mert nem szokása, tehát nem egy szokványos kár okozási mód, és ezért csak félkárt kell fizetni. A kérdés, és ehhez hasonlít ez a közvetett károkozás is, ahol ugyancsak fél kárt kell fizetni, nem egyértelmű, hogy azért, mert ez nem szokványos, vagy azért, mert ez nem közvetlen. Mindenesetre van egy, akkor visszatérve Rave kérdéséhez. Rave kérdése az volt, hogy amikor azt mondom, hogy a nem közvetlen kárnál fél kárt kell fizetnem, nem teljes kártérítést, akkor ez vonatkozik-e arra az esetre is, amikor a nem közvetlen károkozás nem úgy nézett ki, hogy a fölpattant egy kavics az állat lába alól, és az neki ment egy edénynek, ami széttört, hanem úgy nézett ki, hogy az állat arrébb rúgta az edényt, és az nem közvetlen a lába alatt, de mégiscsak széttört. Ez a kérdés. Azt mondja a Talmud, Tasmá, hidusz énöm majed, amikor a tyúkok ugrálnak, és ott szalmit széttörnek, akkor az nem, az egyik vélemény szerint nem egy szokványos dolog, és ezért nem teljes kárt, hanem fél kárt kell fizetni. És emlém már ézem múlt, mások szerint ez mégiscsak egy szokványos módja a tyúkok károkozásának, úgyhogy azért teljes kárt kell fizetni. Hidusz szálkadájta, hele láv, hidusz ve hitiz. Szerintem amúgy tisztázzuk itt, azért nem arról van szó, hogy ugrál és úgy törik szét valamit, mert ha ugrál és úgy törik szét valamit, arra azért nagyon nehéz azt mondani, hogy ez nem egy várható vagy egy szokványos dolog egy tyúktól, hanem inkább arról van szó, hogy hidusz ve hitiz, hogy a tyúk ugrált, és fölpattant egy kő az ugrálásának következtében, és azzal tett kárt. És az egyik vélemény azt mondja, hogy ezért teljes kárt kell fizetni, a másik vélemény szerint az hogy nem teljes kárt. Uba halka miflugi, de már szavar basszar mikar az linan, már szavar basszar tavar man az linan. Azt mondja a Talmud, és akkor esetleg lehetne ezt úgy magyarázni, hogy ugrált, és az ugrálásával arrébb lökött valamit, és az az arrébb lökés utána azt az adott dolgot széttörte, és akkor lehet, hogy pontosan erről van a vita, amiről Rave kérdése szólt, hogy ez az egyik vélemény szerint nem egy közvetlen kár, és azért csak fél kártérítést kell fizetni, a másik vélemény szerint egy közvetlen kár, és teljes kárt kell fizetni. Az egyik vélemény szerint onnan nézzük, hogy mi indította el ezt a edényt a széttörés útjára, az, hogy ő arrébb rúgta, a másik vélemény szerint pedig azt kell nézni, hogy mégsem az ő lába alatt tört szét, hanem csak közvetetten. Azt mondja, Talmud laj, de hidis trurois ur, pluxa de sumchus verabben anka miflegi. Szóval nem, ezt innen nem lehet bizonyítani, mert simán lehet mondani, hogy itt nem arról van szó, hogy a tyúk arrébb rúgta az edényt, és azzal törte szét, hanem arról van szó, hogy a tyúk felrugott egy kis kavicsot, és az ráesett a kőre, az ráesett az edényre, és az törte szét, és ez pontosan sumchus és a bölcsek közötti vita, ami arról szól, hogy a tsrurois, a fel rugott kő, az teljes kárt kell, hogy fizessen, vagy sem. Akkor továbbra is marad a kérdésünk, hogyha, amit Rave kérdezett, hogyha nem egy kőt rugott fel, követ rugott fel, hanem magát az edényt rúgta arrébb, akkor az teljes kárnak, vagy félkárnak számít. Azt hiszem, hogy használva kell önök a táblát, mert
nehéz lesz tábla nélkül. Oké. És már csak a táblát kell bekapcsolni. Itt sokat gondolkodik a tábla. Oké. Tehát tisztázzuk először az alapvetéseket. Először is volt a felpattanó kavics esete. Ebben a bölcsek azt mondták, tehát ugye a felpattanó kavics, ugye az a közvetett károkozás. A bölcsek azt mondták, hogy teljes kártérítést kell, bocsánat, a bölcsek azt mondták, hogy fél kártérítést kell fizetni. Sumchus azt mondta, hogy teljes kárt kell fizetni. Oké, ez az első alapvetés. Rava a következőt kérdezte. Amiről a felpattanó kavicsról beszélünk, akkor az úgy néz ki, hogy itt van az állat. Megy az állat, felpattan a kavics. Itt van a bögre. Ráesik a bögrére, és bum, széttörik a bögre. Akkor ez a közvetett károkozás, amiről a bölcsek beszélnek, hogy 50%. De mi van akkor, hogyha megy az állat, itt van a bögre, és rálép a bögrére, de a bögre arrébb gurul, és itt törik szét. Ha közvetlen a lába alatt tört volna szét, akkor az biztos, hogy nem a felpattanó kavics esete, hanem a teljes kár esete. De így ebben az esetben ez most. Akkor a felpattanó kavicshoz hasonlít, vagy a teljes kárhoz hasonlít. Tehát igazából ő a bölcsek véleményében kérdezi ezt a kérdést. Mert a Talmud azt mondja, jó, hát van egy brájta, amelyik azt mondja, hogy különböző brájtákban fogunk próbálni választani. Van egy brájt, amik azt mondja, hogy a tyúkok ugrálnak, és az ugrálás közben valami felpattan. A tyúkok ugrálását, itt a tyúk, felpattan valami. Hát, és ott mit mond a brájta, hogy két véleményben ott is. Az egyik vélemény szerint 50%-ot kell fizetni, a másik vélemény szerint 100%-ot. Mi pattant itt föl? Akkor úgy próbáljuk magyarázni, hogy esetleg ez erről az esetről szól, hogy fölpattan maga az edény, és arrébb gurul, és széttörik.
És akkor ezek szerint vita van erről a kérdés. Pontosan erről szól a vita, mint amit Rava kérdezett. Hogy ilyenkor ez felpattanó kavicsnak számít, vagy közvetlen károkozásnak számít. Szerintem amúgy nem. Nem az edény pattant föl, hanem a tyúk lába alól, inkább egy struc, egy kavics pattant föl, és a kavics széttörte az edényt. Akkor ez nem Rave kérdéseinek a válasza, vagyis pontosabban abban két vélemény, hanem ez pont Sumchus és a bölcsek vitájának a kérdése. Tehát akkor innen nem tudjuk bizonyítani a kérdésünkre a választ. Akkor visszatér még mindig az a kérdés, amit Rave kérdezett, hogy akkor, ha nem a kavics pattant el, és ütötte meg az edényt, hanem az edény gurult arrébb, és tört szét, akkor ez most teljes kár, vagy fél kár? Azt mondja a Talmud, Tasmá, tárna gönyis, ahogy meg hátettim be heveld li, ve nifszak a heveld nisbred li, psál mindezek, smáj minna, basszor melyikare az linna. Szóval van egy brájta, amelyik egy új brájta. A következőt mondja. Volt egy nagyobb bödön, ami egy kötéllel ki volt kötve. És az bödönben voltak magvak. És a tyúkok, a kakasok itt ugráltak a bödönön, meg a kötélen, és a kötél elszakadt, elgurult az edény, és eltört. Akkor ez nem közvetlenül a tyúkok törték szét az edényt, hanem csak az történt, hogy elszakadt a kötél, és ezért elgurult az edény, és széttört. Aha! És mi a válasz itt, hogy mit mond a Brájta? Mert Salmin, ezek Salem, hogy ebben az esetben, ha széttört az edény, akkor 100%-ot kell fizetni. Na hát akkor ez tipikusan, ez pont az az eset, amiről Rava kérdezett, hogy elrúgta az edény, nem közvetlenül széttört az edényt, hanem az ő hatására elgurult az edény és széttört, akkor az, ugye az ő kérdés az volt, hogy közvetlen vagy közvetett károkozásnak számít-e. A felpattanó kavics esetéhez hasonlít-e, vagy ahhoz, amikor közvetlenül az ábával széttörte. Tessék, itt a válasz, a tyúkok elszakították a kötelet, elgurult az edény, széttört, 100%-ot kell fizetni, tehát ez nem a felpattanó kavicshoz hasonlít ezek szerint, hanem a közvetlen kárhoz. Azt mondja a Talmud, Targma a hevel, van hevel, mesunahu, de mausz belisa, vehan is bered liktani. Azt mondja, Talmud, nem, ez nem lehet, hogy erről szól. Mert ha így lenne, az, hogy a tyúkok kapizsgálják a kötelet, és a kötél elszakadjon, és elguruljon az edény, ez, ha tényleg a bölcsek véleményét, vagy tehát, hogy abban néznénk, akkor biztos, hogy nem lehetne 100%, mert ez egy nagyon nem szokványos dolog, hogy a tyúkok így járjanak el, és akkor, ha valami nagyon nem szokványos, akkor azért nem lehet 100% kártérítést kérni. Hát akkor miről lehet csak szó? Hogy ez nem a bölcsek véleménye, hanem ez pont Sumchus véleménye. És Sumchus, ugye ő azt mondja, hogy a felpattanó kavicsnál is 100%-ot kell fizetni, tehát nem erről szólt rá a kérdése. Azt mondja, Talmud, í Sumchus, éma széfa, nitazmi mennői, severve, nafarel, kli, ácheme, sabrai, ala lisem, és áll, nezek, salem, mert Ákrem Sálem hacinezek. Iszunkhusz, iszlej hacinezek. Azt mondta, hogy várjunk csak. Akkor mit mondasz, hogy ez az eset, vagy ez a brájta, ez tulajdonképpen Sumchus véleményét tükrözi. Nem a bölcsek véleményét. De ez nem lehet, mert a brájta úgy folytatódik, hogyha ez az edény széttört, és egy darabja az edénynek ráesett egy másik edényre, és az is széttört, akkor az első edényért 100%-ot kell fizetni, a második edényért 50%-ot kell fizetni. De ez, ha ez tényleg így van, akkor nem lehet Sumchus véleménye ez a brájta, mert Sumchus azt mondja, hogy nincs olyan, hogy a felpattanó kavics miatt 50%-ot kell fizetni, mindig 100%-ot kell fizetni. Ha a bölcsek véleményét tükrözné ez, akkor világos. Ez egy közvetlen kár. Az első edény az egy közvetlen kár, ezért 100%-ot kell fizetni.
az abból letör darab, amikor széttör egy másik edény, az pedig közvetett kár, és azért 50%-ot kell fizetni. De szumhusz esetén ugye nincs olyan, hogy 50%, szerintem mindig 100%-ot kell fizetni. De itt hitéma sajnilén le szumhusz bein ezek le kajhaj, le kajach kajhaj. Azt mondja, és hogyha esetleg azt mondanánk, hogy szumhusz ugyan nem ért egyet azzal, hogy a felpattanó kavicsnál 50%-ot kell fizetni, de ebben az esetben mégis azt mondaná, hogy 50%-ot kell fizetni, mert különbség van a között, amikor a felpattanó kavics közvetlenül az állat erejéből, vagy az állat közreműködéséből pattant föl, vagy csak már a kavics is csak közvetetten pattant föl, mint itt, amikor ő szét, amikor elszakadt a kötél, elgurulta az edény, az már a közvetett, és utána abból esett egy darab, és széttört a kötél, az már a közvetett közvetettje, ott talán mégis azt mondja, hogy 50%. Ezt nem lehet mondani miért. De bajra vási kajach kajach le szumhuszke kajchaj dami, lávke kajchaj dami, tívsüt lejt, lávke kajchaj dami. Ezt nem lehet mondani miért, mert egyszer megkérdezte azt Rav Ashi, hogy van-e különbség szumhusz szerint az egy körös közvetettség és a két körös közvetettség között. Tehát amikor az állat lábától pattan föl a kavics, és az közvetettem széttör valamit, vagy amikor a lába, az állat lábától fölpattan a kavics, széttör valamit, és az is széttör valamit, a között van-e különbség? És nem találtuk meg rá választ, de hogyha ez lenne rá válasz, akkor ezt innen le kellett volna, hogy vezessék, mivel nem vezették le. Innen tudom, hogy ez nem szumhusz véleményét, nem tükrözheti szumhusz véleményét. Akkor mi marad? Hogy továbbra is a bölcsek véleményét tükrözi, és mit mondok? Azt, hogy itt hiába közvetett volt a kár, mert ők csak a kötelet vágták el, és utána tört szét az edény, mégis 100%-ot kell fizessenek. Miért? Mert ez nem hasonlít a megvan a válasz Rava kérdésére, ez nem hasonlít a felpattanó kavicshoz, ez teljes kárt kell fizessen. Amarava Bibi Bari Abaye, de ka azil minei. Azt mondta erre a Bibi Bari Abaye. Akkor oké, ezek szerint akkor pillanat, mielőtt a Bibi Bari Abayehoz rátérnénk, ezek szerint akkor mi a válasz? Hogy ebből a brájtából, ami arról szól, hogy a tyúkok eltépték a kötelet, amire rá volt kötve az edény elgurult és széttört, 100%-ot kell fizetni, akkor Rava kérdésre megvan a válasz, hogyha az állat eldrugott egy edényt, és az elgurult és eltört, akkor 100%-ot kell fizetni, és ez nem hasonlít ahhoz, mint amikor az állat elrugott egy kavicsot, és az ráesett az edényre, amikor csak 50%-ot kell fizetni. Oké. Rav Bibi Bar Abaye azt mondja, szerintem ez nem biztos, hogy van, mert van egy harmadik opció. De ha az ön minei, lehetséges, hogy a tyúkok, itt nem egyszerűen az történt, hogy elszakították a kötelet. Elszakították a kötelet, és elgurult az edény, és utána széttört. Hanem az, hogy elszakították a kötelet, elgurult az edény, és utána még rugdosták az edényt, és úgy tört el. És akkor ez viszont egy közvetlen kár, és ezért biztos, hogy 100%-ot kell, hogy fizessünk. Tehát akkor így is el lehet magyarázni a brájtát, és akkor viszont tényleg nem lehet belőle következtetéseket levonni. Oké. És stimmt? Mehetünk tovább? Ezt a kérdést akkor tisztáztuk. Egy új kérdés jön. Új kérdés a következőképp hangzik. Korábban szó volt róla, hogy van ugye a tam és a mued. A tam az, amikor mondjuk a nem öklelős ökör az egy tam, az egy jámbor, ahol nem kellett volna számítanom arra, hogy kárt fog tenni. A mued az, amikor számítanom kellett, vagy kárt fog tenni.
Tehát például az öklelésnél, ha háromszor már figyelmeztetve volt, visszaesően öklelt az ökör, akkor az mued, ott 100%-ot kell fizetnem. A támnál 50%-ot kell fizetnem, a muednél 100%-ot kell fizetnem. Van egy szabály, hogy a támnál, amikor 50%-ot fizetek, akkor nem kell többet fizetnem, mint az állat értéke. Hogy értjük ezt? Ha mondjuk van egy ökör, az fölöklel egy másik ökröt. Oké? És meghal ez az ökör. Ennek az ökörnek az eredeti ára lett volna 100 euró. Mennyit kell fizessen ennek az ökörnek a gazdája? Ez nem egy öklelős ökör. 50-et, ugye? 50%, akkor az 50 euró. Igen ám, de hogyha ennek az ökörnek az értéke nem több, mint 45 euró, akkor nem kell 50 eurót fizetni, hanem elég 45-öt. Nem fizetsz többet, mint amennyi a kár okozó állat értéke. De ez mikor igaz? Ez csak akkor igaz, hogyha a támról beszélek. De ha a muedról beszélek, amikor 100%-ot kell fizetni, akkor ebben az esetben, ha ez egy öklelős ökör, tehát egy mued, akkor hiába 45 euró az értéke, 45 euró az értéke, rendben van, de te akár több, az értékénél többet is kell, hogy fizess, ráadásul a legjobb minőségű földedből. Tehát ott a százat kell, hogy kifizess. Akkor ez az öklelésről szól. Itt a felpattanó kavics, az egy nagyon hasonló eset, mert itt is 50%-ot kell fizetni, legalábbis a bölcsek szerint, a közvetett kárnál, de ez nem a öklelés, hanem a menet, a letaposásnak az alkategóriája. És a kérdés az az, hogy ez az 50%, amit fizetek, ezt mi guffoi mesáleim, vagy mind a álja mesáleim. Ezt az állatnak az értékéből kell, hogy fizessem, tehát nem többet, mint az állat értéke, vagy akár többet is. Ez a kérdés. Világos a kérdés? Tehát, a tám és a múltnél, azt tudom, hogy amikor fél kárt kell fizetnem, az nem lehet több, mint az állatértéke. Nem kell, hogy több legyen, mint az állatértéke. A kérdés az, hogy a felpattanó kavicsnál ugyanez van-e, hogy nem lehet több, mint az állatértéke, vagy akár lehet több is. Ez a kérdés. Bajra, ve heci nezek cura, és mi gufaj me shalem, mi al me shalem. Mi gufaj me shalem, de lo yashkechen heci nezek, de me shalem me al yo. Oj, dil me al me shalem, de lo yashkech me kur, de me shalem me gufaj. Ugye a kérdésnek a két, tehát a lehetséges érvelés mind a két irányba, az a következő kép néz ki. Az egyik oldalról mondjuk-e azt, hogy nem kell többet fizetnem, mint az állatértéke? Miért? Mert sehol nem látjuk azt, hogy lenne egy olyan eset, amikor fél kárt kell fizessek, és többet kéne fizetnem, mint az állatértéke. Tehát ez lenne az érv amellett. Ez szólna amellett, hogy az állatértékénél le kelljen többet fizetni. Vagy esetleg lehet többet is, mert a felpattanó kavics az miről szól? Az a letaposásnak az eredménye, vagy az alkategóriája. A letaposás, amikor útközben letapos, akkor ott mindig, ott nem számít, hogy mennyi az állat értéke. Ez az egész állat értéke, vagy sem, ez az öklenésnél számított. És akkor az egy érv lenne arra, hogy hiába csak 50%-ot kell fizetnem, de az akár több is lehet, mint a kárt okozó állat értéke. Azt mondja a Talmud, akkor nézzük meg esetleg, miből tudjuk a választ erre megkapni. Tasmá, hidusz, én muervés, ami már érzem múlt, hidusz, szálkadályt a helyet, hidusz, vagy hittisz, behalk, miflige mán, de már mojéd. Jó, akkor ez a kérdés, és erre a kérdésre keressük a választ. Akkor megint egy brájtából fogunk próbálni megtalálni a választ a kérdésre.
Tasmá, hidus én nem mújed, és ömnim ha réze mújed. Hidus álka. Dájtek le láv hidus vehitis. Megint csak az előbbi eset Brájtáról van szó, amikor a tyúkok ugrálnak, és az ugrálásukkal valamit arrébb löknek. És két vélemény van a Brájtában. Az egyik véleményben itt 100%-ot kell fizetni, a másik véleményben 50%-ot kell fizetni. De ha a mifligi, talán itt a vita pont erről szól, mánda már én nem olyan szavar, még gufaj, és állam. Az egyik vélemény azt mondja, hogy ez itt teljes kárt kell fizetni. Mit ért az alatt, hogy kell teljes kárt? Azt érti ez alatt, hogy bár 50%-ot kell fizetni, teljesen kell fizetni. Azt mondja, hogy többet akár, mint a tyúknak az értéke, amelyik ugye a kárt okozta. Mánda már én nem olyan szavar, még gufaj, és állam. A másik vélemény pedig azt mondja, hogy igen, lehet, hogy teljes kárt kell fizetni, de csak addig, amennyi az értéke a károkozó tyúknak. Mánda, amelyek szóval, mert állj, mert sár. Loj, azt mondtam, hogy nem. Mi pluxed a szumhoz, vele bannunk, mi flegé. Ez egy félreértés, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a felpattanó kavics az 50% vagy 100%, ugye ez a bölcsök és a szumhoz közötti véleménykülönbség. Akkor innen nem tudjuk bizonyítani. Akkor továbbra is a kérdést tisztázzuk, a kérdés marad, a kérdés az az, hogy amikor azt mondta a felpattanó kavicsról, azt mondták a bölcsek, hogy csak 50%-ot kell fizetni, akkor az az 50% az állat értékéig, vagy akár az állat értékénél több is. Ugye? Ugyanúgy, mint a nem öklelős ökör esetén, amikor 50%-ot kell fizetni, akkor nem lehet több a kártétés összege, mint az kárt okozó állat értékének az 50%-a. Oké. Tasmá. Akkor a következő brájtából próbáljuk meg ezt tisztázni. A kellepsen natal harara, ve halak le gadis, ve achala harara, ve hidlik ez a gadis. Állak harara, mi sám nezek, solom el a gadis, mi sám haci nezek. Máj tájma, láb mi sum dávi létsz, rőjtsz, utáni le, mi sám haci nezek, mi gufoj. Fúf. Oké. Okay. Következő Brájta lesz, ahonnan ezt meg kell levezetni. Elég komplikált dolog következik. A probléma van? Ja, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy szóltál. Oké. Okay. Elég komplikált dolog következik, de remélem, hogy sikerülni fog. A következő az esetünk. Volt egy kutyus. Egy ilyen tacskó. A kutya, itt volt egy tűzrakás. Egy barbecue. A kutya fogott egy darab húst a szájával, csicsicsik, eljött ide, és itt megette. De tüzes volt még a darab hús, és bum, kigyulladt a szénakazán. Akkor itt két kár is van. Egyrészt van a húsi, amit megevett, másrészt van a szénakaza. Azt mondja a Brájta, a húsiért 100%-ot kell fizessen. A szénakazalért 50%-ot. Oké? Okay? Jó, tehát ez az alaphelyzet. Most csak, hogy értsük most le is fogjuk írni, hogy ki mit mondott. Tehát a Brájta azt mondja, hogy a hús 100%, a széna az 50%. Érdekes, hogy a Rabbi Eliezer azt mondja, hogy a széna a 100%.
Okay? Most, azt tanultuk ebben a brájtában, amikor a brájtát tanították, akkor azt mondták, hogy tanjala, meg gufai mesálem. Hogy bárhogy is legyen, igaz, hogy 50%-ot kell fizessen, de az nem lehet több, mint a kutya értéke. Tehát, ha a kutya, ha a szénak az a lért mondjuk 100 eurót, akkor a félkárt kell a szénak azon után fizetni, az 50 euró. Ha a kutyának az értéke 30 euró, akkor nem kell több, mint 30 eurót fizetni. Okay? Akkor mit látok ebből? Egyértelműen látom a kérdésre a választ. Mi volt a kérdésre a válasz? Ugye ez nagyon hasonlít a felpattanó kavics esetéhez. Miért? Mert a kutya fogja a barbecue-t, a barbecue hús az egy közvetlen kár, mert azt ő megette, de az, hogy kigyulladt a szénak, az egy közvetett kár, mert ezt nem, az csak azért gyulladt ki, mert ő oda vitte, és ott blabla. Ugye? Akkor ez a felpattanó kavics esete, az elégett szénak azzal. És mit mondok? Hogy nem lehet több, mint a kutya értéke. Tehát akkor megvan a válasz. Ezek szerint a válasz erre a kérdésre ez lenne. Hogy az 50% nem lehet több, mint a kárt okozó állat értéke. Azt mondja a Talmud, van ez egy probléma. Az a probléma az, hogy tízből a Reb Lazan, ezek salami gufé, mi eskáhen. Mi a probléma? Rabbi Elezer? Mert mit mondott Rabbi Elezer? Hogy 100%-ot kell fizetni. Most, hogyha Rabbi Elezer még azt is mondta volna, tehát ha úgy értelmezzük ezt a misnát, ahogy most próbáltuk értelmezni, hogy a vita az miről szól, hogy ez Tanakáma véleménye, ugye az misna első véleménye, és ez az egyes, ez a kettes. Most úgy értelmeztük, hogy az egyes azon az állásponton van, mint a bölcsek, a kettes azon az állásponton van, mint szumhusz. A bölcsek azt mondják, hogy 50%-ot kell fizetni a felpattanó kavicsért, szumhusz azt mondja, hogy 100%-ot kell fizetni a felpattanó kavicsért. Az egész kutya és a barbecue-s esetet, azt szumhusz és a bölcsek vitájának a perspektívájából nézzük. Ha így nézzük a brájtát, az problematikus. Miért? Mert ha Rabbi Elezer valóban azért mondja azt, hogy 100%-ot kell fizetni, mert szumhusszal ért egyet, az egész biztos, hogy szumhusz nem mondta azt, hogy az a 100% az nem lehet több, mint a kutya értéke. Tehát arra biztos, hogy ezt nem lehet mondani, mert a kérdés, hogy az 50% az a felpattanó kavicsnál az 50% az állat értékeig, vagy annál akár több is, az csak a bölcsek véleményében van, de szumhusz, aki azt mondja, hogy 100%-ot kell fizetni, az biztos, hogy úgy érti, hogy akár többet is, mint az állat értéke. Tehát ezért nem lehet így magyarázni a brájtát, mert tekintve, hogy a brájtára azt mondtuk később, hogy ez nem lehet több, mint az állat értéke, a kutya értéke, akkor nem lehet úgy értelmezni, hogy Rabbi Elezer azért mondja, hogy 100%-ot kell fizetni, mert szumhusszal érte egyet, mert hogyha azért mondaná, mert szumhusszal érte egyet, akkor biztos, hogy akár több, mint a kutya értéke is lehetne. Nem értettétek, de
Ha visszahallgatjátok, meg fogjátok érteni. Oké, tehát akkor most eddig úgy próbáltuk magyarázni, hogy a kutya, amikor elviszi a húst a szénakazalba, a szénakazal leég, a szénakazalért 50%-ot kell fizetni, Rabbi Lezer szerint 100%-ot kell fizetni. Eddig úgy próbáltuk magyarázni, hogy ez tipikusan a felpattanó kavics esete, és azért mondja az első vélemény, hogy 50%-ot kell fizetni, mert a bölcsekkel ért egyet, azért mondja Rabbi Lezer, hogy a 100%-ot kell fizetni, mert szunkhusszal ért egyet. De ezt elvetettük, ezt nem lehet így magyarázni. Miért nem lehet így magyarázni? Mert a Brájtáról azt mondtuk, hogy semmiképp nem többet, mint a kutya értéke. És az nem stimmel szunkhusszal, mert szunkhusz biztos, hogy azt mondja, hogy amikor 100%-ot kell fizetni, akkor ez mindenképp 100%, akár akkor is, hogyha az több, mint a kutya értéke. Tehát egy új magyarázatot kell, hogy keressünk. Ez volt az A magyarázat. Az A magyarázat tehát az az, hogy a egyes az a bölcsek véleménye, a kettes a szunkhusz véleménye. És jön egy B magyarázat. Ela, ki goyin de shani behaga cheles. Reb Lazer, saver la, ki rabbi tarfin da amim shuna, kerem bechetze nizak, nezek shalom eshalem. Azt mondja, Talmud, egy új lehetőség, hogy miről van a vita a bölcsek és Rabbi Lezer között, nem tehát bocsánat, Tanakáma és a Rabbi Lezer között, nem a bölcsek és szumkusz vitája, hanem bölcsek és Rabbi Tarfon vitája. Oké? És gyorsan frissítsük föl, már volt róla szó. A bölcsek és Rabbi Tarfon vitája arról szólt, hogy amikor azt mondtuk, hogy egy nem öklelős ököl, ha felökle egy másik ökröt, akkor mennyit kell fizessen? 50%-ot. A vita az Rabbi Tarfon és a bölcsek között, hogy ez akkor is így van, csak akkor van-e így, amikor közterületen történt az öklelés, vagy akkor is így van, amikor a kár vallott területén történt az öklelés. Tehát akkor a kár vallott területén a nem szokványos károkozás. Ugye, mert ez a nem szokványos kár, hogy ő nem egy öklelős ökel, és mégis öklel. Bölcsek azt mondják, hogy ott is 50%. Rabbi Tarfon azt mondja, hogy ott 100%. És lehetne a kutya és a barbecue esetét így magyarázni, hogy a kutya nem a húst vitte a szénakazalba, hanem magát egy parazsat vitte a szájában a szénakazalba. Az egy nagyon nem szokványos károkozás. És a kérdés az az, hogy tekintve, hogy a szénakazal az a kár vallott területén volt, ezért 50%-ot kell fizessen továbbra is, mert azt mondjuk, hogy a nem szokványos károkozásért még akkor is 50%-ot kell fizetni, hogyha az a kár vallott területén volt, vagy 100%-ot kell, hogy fizessen, mert Rabbi Tarfont véleményét követjük, aki azt mondja, hogy ha az a kár vallott területén volt, akkor 100%-ot kell fizetni. És ez lenne a vitatlan a Káma és Rabbi Lezer között, hogy a kárvallott területén történt nem szokványos károkozást, hogy a parazsat odavitte a szénába, az Tanakáma szerint a bölcseket követi, akik szerint 50%, Rabbi Lezer meg Rabbi Tarfont követi, aki szerint 100%. Ha pedig így van, akkor ez semmiképp nem magyarázat arra a kérdés, hogy a felpattanó kavicsnál, amikor a bölcsek azt mondják, hogy 50%, akkor az állat értéke, állat értékénél több vagy nem több kártérítést jelente. Azt mondja a Talmud, Velohi. Azt mondja, nem. Ezt nem fogadjuk el. My time in Mukmis Léken Rebbi Tarfon, misum nezek salomra vezet szavarszumhoz, damert szúrész nezek salomra salomra, szavarszumhoz, damert szá tomusz,
Támusz, bimkajmai medesz, vagy tán még gufa, a cát tamusz amellé. A cát tamusz. Azt mondtam, hogy miért nem fogadjuk ezt el? Bocsánat. Miért nem? De mi volt az oka, hogy lejöttünk erről a magyarázatról, az előző magyarázatról? Az előző magyarázat az volt, hogy Tanakáma, hogy valóban a vita arról szól, hogy a nem közvetlen kárnál, mint amikor a kutya a húst odaviszi, és leég a szénak az, ami ugye nem közvetlen kár. Ott Tanakáma a bölcsek véleményét követi, hogy 50%-ot kell fizetni. Rebbe Lezer a Sumchusz véleményét követi, hogy 100%-ot kell fizetni. Ezt miért vetettük el? Mert azt mondtuk, hogy nem lehet, hogy Sumchusz azt mondja, hogy nem több, mint a kutya értéke, az, amit ki kell fizetni, hiszen Sumchusz az az álláspontom, hogy 100%-ot kell kifizetni, tehát mindenképp többet akár, mint a kutya értéke. De erre lehetne egy magyarázatot mondani. Mi a magyarázat? A magyarázat az, hogy amikor azt mondjuk, hogy 100%-ot kell fizetni, akkor képzeljük el ezt az esetet, A kutya értéke okay. Itt van a szénakazal. A leégett szénakazal, hogy a szénakazal értéke 100 euró. A kutya értéke 30 euró. Amikor azt mondja Sumchusz, hogy teljes kárt kell fizetni, akkor ezt nem úgy érti, hogy hogy 100 eurót kell kifizetni, hanem úgy érti, hogy kicsit komplikált. Ugye eddig korábban azt gondoltuk, hogy ezt úgy érti, hogy 100%-ot kell fizetni, hogy ki kell fizetni, hogy megkapod az állat, megkapod a kutyát, annak 30 euró az értéke, és még kapsz 70 eurót. Ő azt mondja, hogy nem. Van egy szád támusz, és egy szád múlt. Van ennek a kutyának két fele van. Van a jámbor fele, meg a károkozó fele. Az azt jelenti, hogy két 50 eurós csankra bontom a 100 eurót. Ugye, mert 50 eurót mindenképp kellett volna fizetnie. És azt mondom, hogy az egyiknél azt mondom, hogy nem lehet több, mint az állat értéke, tehát 30 euró. A másiknál viszont megkapod a teljes eurót. Tehát akkor mennyit kell fizessél? 80 eurót. Ahogy ezt Rabbi Yehuda tanította, hogy de amart szát tamuszbe mi kaimai medesz, hogy a támrész, aminél csak 50%-ot kell fizetni, az a maga helyén marad, és ott nem lehet több, mint az állat értéke. Tehát az egyik 50 eurós résznél az nem lehet több, mint 30 euró, mint amennyi itt a mi esetünkben a kutya értéke. És erről szól Rabbi Lezer mondás, így el lehet magyarázni Rabbi Lezer mondásra. Rabbi Lezer azt mondta, hogy a szén a 100%-át kell kifizetni, de nem mint több, mint a kutya értéke. Ezt nem úgy értette, hogy a 100 euró egészére, hogy nem több, mint a kutya értéke, hanem a 100 euró kárának a felének nem lehet több, mint a kutya értéke. Tehát, hogy mondtuk, az az 50 eurós rész, az csak 30 euró lesz, és a másik lesz az 50 euró. Azt mondja a Talmud, én mondasz a mátlélel, ami oda betám, be nászem újad. Bemúlt, mit hilaszaj, mi is a mátlé? Szerintem amúgy nem jó ez a magyarázat. Miért? Mert igaz, hogy volt egyszer egy ilyen mondás, hogy úgymond van egy jámbor rész, meg van egy öklelős rész. És a jámbor résznél, miután öklelőssé vált az állat, utána is a jámbor rész nem lehet több, mint az állat, az öklelős állat értéke, tehát nem lehet több, mint 30 euró. De ezt mikor mondta Rabbi Yehuda? Akkor, hogyha van egy folyamat, amiben volt egy nem öklelős életciklus, és utána lett öklelős belőle. És ott mondjuk azt, hogy nem lehet több, mint a
az állat értéke a kárnak a fele. De itt a mi esetünkben, amikor a kutyáról beszélünk, és azt mondjuk, hogy hogy a kutya a szokványostól eltérő módon égette el a szénakazalt, és Rabbi Lezer erre azt mondja, hogy ettől függetlenül 100%-ot kell fizetni, mert szumchusszal ért egyet, aki szerint a felpattanó kavicsnál 100%-ot kell fizetni. És ezért ez olyan, ebben az esetben senki nem mondott még ilyet, hogy ugyanígy két félreosztjuk, és az egyik fele nem lett több, mint az állatértéke, a másik fele meg több. Ezért ez a magyarázat, ez így nem teljes. Elekik a amárebb lezen, ezek sallam kigon, de ájét, ubba halkemi fligi. Már szavar jés adalat szürös, már szavar én adalat szürös. Ez azt mondja, Talmud, van egy harmadik magyarázat. Van egy harmadik magyarázat, hogy mi a vitatán a Káma és a Rabbi Lezer között. Ugye az egyes az a Káma, a kettes az a Rabbi Lezer. Az a kérdés, ugye van egy egyszer van egy fogalom, ami arról szól, hogy a nem öklelős ökör, amelyik öklelős ökörré válik. A nem öklelős ökör azáltal válik öklelős ökörré, hogyha visszaesően öklelt. Az elején 50%-ot kell fizetni, aztán 100%-ot kell fizetni. Hasonlítjuk ehhez a felpattanó kavics esetét. A felpattanó kavicsnál 50%-ot kell fizetni. De ha visszaesően felpattanó kavics volt alatta, jött ki a lába alól, akkor mondom-e azt ugyanígy, hogy egy idő után 100%-ot kell fizetni. És lehet, hogy pont ez a vita a bölcsek és Rabbi Tárfon között, hogy vagy a Tana Káma és a Rabbi Lezer között. A Tana Káma, nem Rabbi Tárfon, Rabbi Lezer. Tana Káma szerint a felpattanó kavicsot nem tud szokványossá válni. Rabbi Lezer, tehát nincs olyan, hogy visszaesően felpattant a kavics, és ezért egy idő után szokványos lesz. Rabbi Lezer szerint viszont mondjuk ezt. És egy olyan esetről van szó, amikor a kutya visszaesően vitte a barbecue húst a szénakazalba, és ezért az Rabbi Lezer szerint már szokványossá vált, és ezért 100%-ot kell fizetni. Tana Káma szerint ilyet nem mondunk, és mindig 50%-ot kell fizetni. El a hade bai rave és adalat szrősz, vagy én adalat szrősz, illa banan én adalat szrősz, illa brazan és adalat szrősz. Szerintem fogod állni csak, de ez nem jó. Miért? Mert megint egy másik helyen rave egyszer föltette ezt a kérdést, hogy a felpattanó kavicsnál mondom egy idő után, hogy visszaesően felpattanó kavics, és az szokványossá válik, és akkor már 100%-ot kell lefizetni. Ezt egy kérdésként tette föl. Hogyha ez lenne a magyarázati rész a Brájtának, akkor ebből megkapta volna a választ, hogy Tana Káma szerint nem mondom ezt, nem lesz, szerint pedig mondom ezt. Amelech a rav mi baj eléledi di elad rabbanon de pligad la simchus. Aval hacha bein le rabbanon bein rabbi azerek a simchus fele leu de amelech szerint ezek salam és alem. Táim amár ebben mi chatszín ezek, de sanni velói ájet. Ube plugsa de rabbi tárfa rabbanon kemi flugi. Azt mondja erre a Talmud, nem? Mert Rave azt mondta volna erre, hogy szerintem ami az én kérdésem volt, az volt, hogyha a bölcsek véleményét fogadom el, akik szerint eleve a felpattanó kavicsért 50%-ot kell fizetni, akkor egy idő után mondom-e azt, hogy van visszaeső a felpattanó kavicsnál, vagy sem. De én szerintem ezt a brájtát nem így kell magyarázni, hanem én azt mondanám, hogy így kell magyarázni. Hogy a vita nem
a bölcsek és Szumhusz vitája, hanem a vita az a bölcsek és Rabbi Tárfon vitája. És ha az volt a kérdés, én mondom, sem átlé, Rabbi Tárfon, ezek salami gufai, mi sem átlé. Ha a kérdés az az lenne, ami miatt elvetettük ezt, hogy Rabbi Tárfon ugye ugyanazt mondta, hogy 100%-ot kell fizetni, de soha nem fogadta volna ezt, hogy nem többet, mint a kutya értéke, vagy nem többet, mint a károkozó állat értéke. Én erre mit mondanék? Én ezt el tudom magyarázni, és ezért nem kell elvessük ezt a vitát. Én mi héha májszila, mi kerembős uszarábim, dája labai, min a din, li összken adun. Azt válaszolnám erre, hogy igen, Rabbi Tárfon, igenis azt gondolja, hogy ugyan 100%-ot kell fizetni, de nem többet, mint a károkozó értéke. Miért? Mert ami Tárfon szerint honnan tudom, ami Tárfon szerint honnan tudom, hogy egyáltalán 100%-ot kell fizetni, mert a következőt mondja. Ami Tárfon egy kávehomert von, és a kávehomeri, bocsánat, kávehomer a következő kép néz ki. Van a szarv, van a láb. Ugye a felpattanó kavics az a lábnak a alkategóriája. És mit mond? Azt mondja, ha a szarv, amelyik kezdetben 50%-ot fizet. Hogyha, hogy van? Ha a szarv, ami kezdetben 50%-ot fizet. Ez kicsit újra kell, meg kell néznem, hogy néz. Mákeres Mikhail Hacinezek, Hájev, Bimisuna, Sém, Regem, Zsak, Hazanek, Salam, Indien, Zsak, Hájev, Bimisuna. Ah. Ha a szarv, amelyik a kezedben 50%-ot fizet, és a szokványostól eltérő mégis kell, hogy fizessen, akkor a láb, ami kezdetben 100%-ot fizet, akkor az eltérő pláne, hogy kell, hogy fizessen. Ez lenne a káve homer. Van egy szabály, ami úgy szól, dájön lavaj, mint a din liöszke nadum. Teljesen feladtátok, látom. De van egy szabály, ami úgy szól, dájön lavaj, mint a din liöszke nadum. Az azt jelenti, hogy ha egy káve homert vonok valamiből, akkor az, ahonnan vontam a káve homert, és ahova vonatkoztattam, az ahova vonatkoztattam nem lehet súlyosabb, mint ahonnan vonatkoztattam. Most ennél az esetnél, ahonnan elindult a kávehomer, ott az van, hogy az állat értékénél nem lehet többet fizetni. Nem kell többet fizetni. Akkor itt is azt mondanám, hogy az állat értékénél nem kell többet fizetni. És ezért mondja azt Rabbi Tárfon, hogy ugyan igaz, hogy 100%-ot kell fizessen, a felpattanó kavicsért, de tekintve, hogy a szarvból tanulom, a nem öklelős ökör szarjából tanulom, ahol nem kell többet fizessen, mint az állatértéke, akkor itt se kell, hogy fizessen többet, mint az állatértéke. Azt mondja, Talmud, várjunk csak. Tényleg ezt mondja Rabbi Lezer, hogy dájöj lavaj, min a din liöszken adun? Ha ezt mondaná, akkor nem kéne, hogy 100%-ot fizessen, hanem csak 50%-ot, mert nem lehet súlyosabb az, amit tanulok, onnan, mint ahonnan tanultam. Tehát akkor ez egész nem működne. Azt mondja a Talmud, mikor igaz az, hogy Rabbi Lezer azt mondja, hogy nem fogadja el azt, hogy dájj lavaj, min a din liöszken adun?
ki lesz le da jo he khadem afrika ve he khadem le afrika ve khaimer islei. Mikor igaz ez? Akkor, amikor azzal az elvel, hogy nem lehet súlyosabb, az egész kálva homert felbontanánk, mint például a mi esetünkben, akkor nem mondja azt, hogy bájla vagy nina din lieszken adott. És akkor elfogad, és akkor, mint például itt, hogy itt 50%, itt 100%, ha azt mondanánk, hogy nem lehet súlyosabb, akkor ez is csak 50% lenne, és nem tudná kivonni a kálva homert. De ahol nem zavarja a kálva homer alaptanítását, ott igenis mondja azt, hogy dájjön lavaj minnad in lézken adon, és ezért, hogyha ahonnan következtettem, ott nem lehet több, mint az állatértéke, akkor itt se lehet több, mint az állatértéke. Akkor összefoglalva, mit látunk ebből, hogy lehet úgy magyarázni a misnát, hogy a vit, vagy ezt a kutyás brájtát, hogy ez a bölcsek és rabbi Tarfon vitájáról szól. Ha a bölcsek és rabbi Tarfon vitájáról szól, akkor az, hogy a nem több, mint a kutya értéke, az nem azért van, mert a felpattanó kavicsról van szó, hanem azért van, mert a szokványostól eltérő kárról van szó, ami a kárvallott területén történt, és így akkor erre a kérdésre, amit Rava tett föl, hogy a felpattanó kavicsnál a bölcsek azt mondják, hogy 50% kártétés fel kell fizetni az állat értékéig, vagy akár annál, annál többről is szól, erre a kérdésre nem kaptuk meg a választ. Kedves barátom, én még folytatom, de hogyha szeretnétek meglépni, akkor nyugodtan menjetek, mert még egy kb. 20 perc, mire befejezzük. Szia, Pisti! Oké. Egy új kérdés következik. Gufa. Bajra, ve jés, ha addalet szurrajsz, én, ha addalet szurrajsz. Ugye érintőlegesen már érintettük ezt a kérdést, most a Talmud maga a kérdést fogja vizsgálni. Mit mondunk, hogy van ugye a felpattanó kavics esete, ahol 50%-ot kell fizetni a bölcsek szerint, és van a nem öklelős ökör esete, ahol 50%-ot kell fizetni, 50%-ot kell fizetni mindenki szerint. A nem öklelős ökörnél egy idő után a nem öklelős ökörré válhat. Ha visszaeső, és többször figyelmeztetve volt. A felpattanó kavics esetén is van ilyen, hogyha visszaesően felpattan a kavics, akkor egy idő után teljes kárt kell fizessen. Ha az öklelős ökörnél az van, hogyha visszaesően öklelt, akkor egy idő után teljes kárt kell fizessen, akkor ugyanígy lehet mondjuk ezt a felpattanó kavicsnál is. Le keremed a minden lej, tehát a szarfhoz hasonlítjuk-e, és akkor van. Tehát akkor egy idő után visszaeső és teljes kárt kell fizessen. Dilma tudod, de regelú, vagy azt mondjuk, hogy nem, tekintve, hogy a felpattanó kavics nem a szarv kategóriája alá, hanem a láb kategóriája alá tartozik. A lábnál nem találunk olyat, hogy lenne visszaeső vagy nem visszaeső. Tasmá, hidus einu mojed, és einu haréze mojed. Hidus alkabájtek elé, hidus vehittiz. Máj lábke gönyde avád, klassza, zimni, uba, hake, mifligi. Már szóval és adom, már szóval én ha, de azt mondja, Talmud, van ugye ez a brájt, amit már többször idéztünk, hogy a tyúkok ugrálnak és kárt okoznak az ugrálásukkal, azzal, hogy valamit lögdösnek, akkor az egyik vélemény szerint teljes kárt kell fizetniük, a másik vélemény szerint nem kell teljes kárt fizetniük. Esetleg lehet ezt úgy magyarázni, hogy itt is arról szól a vita, amikor már háromszor ugrálásukkal valamit kárt tettek. Az egyik vélemény szerint ez már akkor visszaesőnek számít, és teljes kárt kell fizessen, és ezért mondja, hogy teljes kárt. A másik vélemény szerint nincs visszaesés az ilyen felpattanó kavics esetben, mint itt, hogy a rugdosással tett kárt van, nincs olyan, hogy visszaeső, és ezért nem számít teljes kárnak, és csak fél kárt kell fizetni. Azt mondtam, hogy nem, a pluxod a szumkhozra banak, lőjbe hádzimna, a pluxod a szumkhozra banak, azt mondtam, hogy nem, mert itt, ahogy már korábban is mondtuk, az alapkérdésről van vita, arról, hogy a felpattanó kavics az 50%-ot vagy 100%-ot kell fizessen, ez ugye a bölcsek és szumkhoz vitája. Megyünk tovább. Tasmá, beheima se hita glalim le issa, refi huda, imi me sájnő ezek salem, refi zöjnő, imi hecén ezek. Van egy brájt, amik arról szól, hogy egy állat rápottyantott, rákakilt valamilyen ételre. Mondjuk a tészta ki volt rakva,
És kár, hogy a Pisti nincs itt, mert őnek ez a, van egy ilyen személyes története egy macskával és a flódni tésztával. Mindenesetre, tehát az állat rápottyant ott a tésztára. Akkor ilyenkor mi van? De Buda szerint ez egy teljes kár kell fizetni. De ez szerint fél kár. My love, ki gondi avat lasz az imni, akkor mi flegi már szavar és adom már szavar. Én arra esetleg úgy lehetne magyarázni ezt, hogy itt is erről van szó, hogy visszatérően csinálta ezt, és ez olyan, mint a felpattanó kavics. A visszaeső az teljes kárt kell fizessen, vagy a felpattanó kavicsnál nincsen olyan, hogy visszatérő, és ezért csak fél kárt kell fizessen. Azt mondja, nem, loj, be hádzim, no, pluxozum, ha viszont hozzá ki mi flegé. Azt mondja, nem, önmagában arról szól a vita, hogy a felpattanó kavicsnál fél kárt, vagy teljes kárt kell fizetni, és ezt a rápottyantást, ezt a felpattanó kavics kategóriájába soroljuk, és ezért mondja az egyik azt, hogy 100%, másik 50%. Azt mondta, hogy ha mesunahu? Szerintem, várjunk csak, ez miért felpattanó kavics? Itt azért kell 50%-ot fizetni, mert ez egy furcsa, a szokványostól eltérő. Itt nem azért, mert közvetett, és nem közvetlen, hanem azért, mert a szokványostól eltérő. De dachik le alma. Szerintem, hogy nem, itt nem arról van szó, hogy csak úgy odament és rápottyantott, hanem volt valami szűk keresztmetszet, ahol keresztül kellett menni, és ott volt a tészta, és nem tudott máshova pottyantani. Azt mondja a Talmud, mi lémer a judá lacha ke szumchuz, mi lémer a banan, ha lacha ke a banan. Azt mondtam, hogy jó, de hát akkor ezek szerint, hogyha tényleg a vita az arról szól, hogy szumchuzt követjük, vagy a bölcseket követjük, tehát, hogy a felpattanó kavicsnál 50%-et, vagy 100%-et kell fizetni, akkor miért nem így fogalmazott a Brájta, hogy a Júda szerint szumchuzt követjük, Rabbi Lezer szerint pedig bölcseket követjük. Azt mondja, a Talmud, glali mitzrichelei. Azt mondja, nem, itt direkt akarta így ezt kibontani, mert hát itt azért ez a pottyantásos eset, ez azért nem, ez nem egy mindennapos eset, és szálkadáltak, ha minden hajló baszor gufej ririn, ke gufej dami, akkor ugye a pottyantásos eset miért lenne olyan, mint a felpattanó kavics, mert nem közvetlen az állat taposásával tette tönkre, hanem kijött belőle valami, és az tette tönkre a tésztát. Hasonlóan, mint a felpattanó kavics, amelyik nem közvetlen az állat által tesz tönkre, valamint az állat erejét, vagy az állat hatására felpattanó kavicsról. És én azt gondoltam volna, hogy a pottyantás azért ez mégis más, mint egy felpattanó kavics, mert ami kijön az állatból, az mégis az állat testének a közvetlen része, és ezért az közvetlenebbnek számít, mint egy felpattanó kavics. És ezért másmalan, ezért bontotta ezt így ki a Brájta, és nem csak intézte el annyival, hogy Lazar és Rabbi Lazar a bölcseket követi, Rabbi Júda pedig a szumchuszt követi, mert ki akarta fejteni, hogy a pottyantás az olyan, mint a felpattanó kavics. Tas már, de tanul Rabbi Yechezkel, tárnagyon se is idra is lávink lesz, kuszkész, vagy takabai, vagy savrém, és állam ezek sal. Azt mondtam, hogy jó, akkor az utolsó próbálkozás. Legalábbis már a utolsó. Van egy brájt, amelyik azt mondja, hogy ha egy tyúk, vagy egy kakas beledugta a fejét egy üvegbe, és kukorékolt egyet, és a kukorékolás hangjától pup, szétpattant az üveg. Akkor teljes kárt kell fizetni. Amarav Jaiszef, amiben egy ráv szusz se canaf, a hamar se nar, ve sibér se kén, mi sám hátszín ezek. Rav Jaiszef pedig azt mondja ezzel szemben, hogy amikor egy hasonló esetben, amikor egy ló nyihogott, hogy mondják? Egy ló nyihogott, hogy? Nyerített. Vagy egy szamár. Mit csinál a szamár? Íjázott, és ennek a hangjától tört szét egy edény, akkor csak fél kárt kell fizetni. Az egyik vélemény a tyúkra, amikor a tyúkról van szó, akkor azt mondja, hogy teljes kár, amikor ugyanezt az állat kiáltásától, vagy kiabálásától történt kárt, azt mondja, hogy fél kár. My love, ke gondi, de avat lasz az imniuba, ha ke miflegi már szavar, én sardam már szavar, én alda. Szerintem amúgy, akkor esetleg itt is úgy lehetne ezt az egészet magyarázni, hogy pontosan erről szól a vita. Arról van szó, hogy visszaeső volt-e, vagy nem. És az egyik vélemény szerint a visszaesőnél már teljes kárt kell fizetni, ez volt a tyúkos eset, a másik szerint nem kell, nincs olyan, hogy visszaeső az ilyesminél,
A felpattanó kavics. Ez is ugye a felpattanó kavicshoz hasonlít. Miért? Mert nem az állat közvetlenül tett kárt, hanem egy közvetett módon. És akkor az a kérdés, hogy a felpattanó kavicsnál van-e visszaesés? De a vélemény szerint van, és ezért mondja, hogy a tyúknál teljes kárt kell fizetni, mert már egy visszaeső tyúkról volt, egy kakasról volt szó. De a vélemény szerint azt mondja, hogy nem, mert szerintem nincsen, hogy visszaesés. Azt mondja, hogy hát ez zimlub, szumkhoz fele vannunk a mifligi. Azt mondja, nem, magában maga a vita az pont arról szól, hogy van-e olyan, hogy felpattanó kavics? Rav Yosef szerint nincs, és ezért ő szumkhusszal ért egyet, és ezért teljes kárt kell fizetni. Bocsánat, nem Rav Yosef, hanem Rami Bár Jeheszkel szerint, ugye, aki a kakasról azt mondta, hogy 100%-ot kell fizetni, hogy szumkhusszal ért egyet. Szerinte nincs olyan kategória, hogy felpattanó kavics. Rav Yosef pedig a bölcseket követi, aki szerint van, és ezért kell félkárt fizetni. Azt mondja a Talmud, hogy mondhatta azt, hogy a kakas, még akkor is azt mondja, hogy nincs olyan, hogy közvetett kár, de van ugye, és ezért a kakas nem közvetlenül tett kárt, akkor is 100%-on kell fizetni, de jó, de itt az, hogy bedugja a fejét egy üvegedénybe, az egy a szokványostól eltérő furcsa károkozás, és az abból azokból kéne, hogy 50%-ot fizessen. Szóval Talmud Hude Izbei Bezrani. Szóval Talmud arról van szó, hogy a üvegedényben voltak magvak, és azért az, hogy a kakas beledugta a fejét az üvegedénybe, az nem a szokványostól eltérő, mert a magvak után mindenhova utána megy. Hú, kedves barátaim, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Holnap újabb kérdésekkel folytatjuk.